Már tábla is jelzi az ipartestületi székháznál, hogy a vállalkozásoknak helyben is lehetősége nyílt a Széchenyi Kártya programban való részvételre. A cegrédi és környékbeli vállalkozóknak már nem kell más településre utazniuk az igénylés miatt. Ennek a kamarai pontnak az ünnepélyes megnyitóját tartották ma délelőtt, ahol dr. Csáki András polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Nehéz hónapokat, éveket élünk, ugye a gazdasági körülmény most nem nagyon kedvező, és egy vállalkozás számára mindig előrefelé kell menekülni, innováció szükséges, befektetések szükségesek, és ehhez forrásokat kell valahonnan szerezni. A program pedig pont ebben nyújt segítséget. Vállalkozásoknak kedvező hitel lehetőséget kínál, és a Széchenyi Kártya program. Nagyon fontos, hogy ezekkel a lehetőségekkel a vállalkozásokat életben lehet tartani, fel lehet pörgetni, és így a város számára is, és a környező települések számára élhetőbbé tesszük a vállalkozásokat tulajdonképpen. A kártya alszámláinak köszönhetően folyószámlahitelt, de akár energetikai vagy egy hosszabb nagy beruházáshoz kapcsolódó hitelt is igényelhetnek a vállalkozók. De a kamarához is bármikor fordulhatnak segítségért. A mi tanácsadási rendszerünk az tulajdonképpen egy kihasznált tanácsadói hálózat. Három területen folyamatosan lehet minket keresni. Ez a pályázati tanácsadás, a jogi tanácsadás és a pénzügyi számviteli tanácsadás. Egyrészt pályázati tanácsadó hálózattal is rendelkezünk, aminek tulajdonképpen most várjuk a feltöltését programokkal, hiszen ez majd akkor fog igazán élni, amikor az uniós gazdaságfejlesztési támogatások is elérhetővé válnak Pest megyében. A rendezvényen három cegrédi vállalkozás is átvehette az úgynevezett Korrekt Partner címet, mely a tisztességes kereskedelmi és szolgáltatói magatartás elismerése. A díjat hétfős bírálótársaság ítélte oda azoknak a pályázóknak, akiknél minden rendben találtak az ellenőrzés során. Az új iroda dolgozói pedig emléklappal köszönték meg az első partnerük bizalmát. A Széchenyi Kártya regisztráló irodát a Bercsényi utcai bejáraton keresztül lehet megközelíteni. Hétköznaponként reggel 8 és délután 4 óra között várják az ügyfeleket. Telefonos bejelentkezésre azonban szükség lesz. Az új irodáról és a lehetőségekről az Ipartestület Facebook oldalán tájékozódhatnak majd.